szép estét kívánok, köszöntöm a fejérvári beszélgetések nézőit, mai vendégem Ocskai Zsuzsanna, szervusz, szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Szervusz, én is köszönöm. a nézőket. dolgunk van ma, beszélgessünk egyik oldalról, nagyon-nagyon fontos az Bocskai Gábor Alapítvány mindennapjairól, hiszen ez fontos a városnak, fontos azt hiszem a jégkorunk palántáknak, fontos a szülőknek és fontos mindazoknak, akik a jégkorongot szeretik, már pedig Székesfehérváron nagyon sokan vannak. És azt hiszem, hogy ez egy remek alapítvány és nagyszerű kezdeményezés. De tekintve, hogy jön Advent, akkor a Adventet Ocskai Zsuzsa szemével is megnézzük, hiszen az elmúlt esztendőkben hozzászokhattunk, hogy a töpörtjük szép és nagyon kedves könyveket kapnak ajándékba karácsonykor. és Zsuzsa tollából, Bendegúszia segítségével, Antal Zsanettet majd később említjük. Most először is az alapítványról. 9 esztendeje történt. Engedd meg, hogy idézzelek. Idén tavasszal sajnos elveszítettem a bátyámat, de mindenképpen szeretnénk továbbvinni az ő szellemiségét, személyiségét, értékeit. A családdal, illetve a barátokkal közösen úgy gondoltuk, hogy ezt az alapítványon keresztül lehetne a legjobban megtenni a következő hetekben létrejön az ifjabb Bocskai Gábor Alapítvány, amelynek elsődleges célja, hogy a Szapa Fehérvár AV19 utánpotlás játékosait segítsük, illetve még hozzáteszed, fontosnak tartjuk, hogy a Fehérvári Gyermekotthont, a város bölcsődéit, illetve a Budapest egyes számú gyermekklinikát és a lehetőségeinkhez mérten támogassuk. Ez volt a terv, ez volt akkor egy eshetőség, aztán ebből lett a valóság. Azóta, ha úgy tetszik, tehát immáron már majdnem tízesztem, de egy évtizede az alapítvány a tőletelhető legjobban megteremtette annak a lehetőségét, hogy ezeket a terveket megvalósítsa. Igen, hát ugye sajnálatos eseménynek a következtében jött létre az alapítvány. Igazából a Gábor hagyaték alapozta meg ezt az egészet. Az egyértelmű cél volt, hogy a fehérvári utánpótlás játékosokat valamilyen módon tudjuk támogatni. Természetesen kiemelve azokat a tehetségeket, akik, akik ezt megérdemlik ezt a díjat. A másik, ami, ami nekem is szívemhez közeli, már korábban is, tehát az alapítvány előtt is a gyermekotthont családilag is próbáltuk segíteni, így ez szintén egyértelmű volt, hogy belekerül. Az egyes számú gyermeklinika ott meg olyan segítségeket kaptunk, és olyan fantasztikus emberek dolgoznak, hogy, hogy szintén úgy gondoltuk, hogy be kell kerülnie ahol a legnagyobb a baj, legközelebb a segítség, tudjuk ezt már régről. Azt hiszem, hogy egy nagyszerű ötlet volt, viszont óvatatlanul is kell, hogy szó essék 2009. március 25-éről. Már csak azért is, hiszen azt hiszem, hogy ez egy fájó pont mindannyiunknak a testvér számára pedig még inkább. Amikor ezt az alapítványt megálmodtad, megálmodtátok, akkor azt hiszem, hogy nem mehetünk el szó nélkül, hogy az a hármas jelszó, amit kitűztetek, alázat, tisztelet, kitartás, ez Gábort is jellemezte mindig. Igen, és ez volt a, az egyik cél, és mindig is ez, ez lesz az egyik cél, hogy ezt próbáljuk továbbadni, hiszen most már olyan generációk jönnek, pont valakivel beszéltem ezt múltkor, akik már nem láthatták őt játszani, nem csak őt, most már lassan a, palkót sem. Tehát, hogy ők már nem találkozhattak velük, hallanak róluk, de nem volt élményük velük kapcsolatban, így nem nagyon tudják, hogy, hogy miről szól az egész. Éppen ezért idén az akadémián volt egy nagyon jó évnyitó, ami, aminek a keretein belül a korábbi ikonokat megismerhették a gyerekek, akik nem találkoztak velük. Gólokat, filmeket, riportokat láthattak, és nekünk is ez a célunk, hogy, hogy, ezt a hármast, ezt, ezt mindenképpen adjuk nekik tovább, és tényleg megtanuljanak alázatosan sportolni, és hogyha nem élsportolók lesznek, akkor viszont emberként is emberek legyenek. Igen, hát a 19-es mez szentségét meg kell, hogy ismerje mindenkit, töpörtjű, hiszen majd felnő és továbbadja. És azért én azt tapasztalom, hogy a szülőktől lett légyen az sportkedvelő vagy nem, azért ezt mindenki tudja, hiszen ezt a 16 szezont, a 9 bajnoki címet sem lehet felejteni, nem hogy Gábor személyiségét, azt a közvetlenséget, ami azt hiszem, hogy ma is csodaszámba megy. Hogy fejlődött az alapítvány, hiszen minden kezdet nehéz tudjuk ezt jól, bármennyire is közhely. Szépen lépésről lépésre. Most sem gondolom azt, hogy olyan nagy alapítvány vagyunk. Hála a jó Istennek sokan mellénk állnak, és az egy százalékokból nagyon, tényleg nagyon szép összegeket kapunk minden évben minden évben a legkisebbeket, tehát U8-U10-es korosztályt U12-vel kiegészítve, miután ők még kicsik, úgy gondoltuk, hogy nekik az élmény fontosabb és minden évben a legjobbak kiválaszthatják a kedvencüket a felnőtt csapatból, és edzhetnek velük egy közöset. Természetesen van díját, kapnak díjat, tavaly jégkorongos kapnak, kaptak, tehát van, hogy felszerelést is kapnak, de én mindig azt mondtam, hogy egy élmény az sokkal jobban el tudja raktározni magában, de egy gyereknek, hogy kap egy kupát, arra azt gondolom, hogy inkább a szülő büszkébb és rakja ki, viszont a gyereket az élmény el fogja kísérni folyamatosan, és vissza tud emlékezni arra, hogy akár egy Kóger Danival, tavaly a Frank Benemmel, és a többiekkel edzhettek egyet, és ez a többieknek nem adatik meg, és bízom benne, hogy előre lendíti őket. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala a gyermekotthon, ami ugye mondhatom, hogy szívügyünk, őket évről évre gyermeknapon és karácsonykor egy nagyobb kampány keretén belül próbáljuk meg támogatni. Ennek köszönhetően tavaly előtt mi voltunk az egyik díjazottjaik, úgyhogy azért nagyon hálásak is vagyunk, és arra nagyon büszkék is vagyunk, és idén azt gondolom, hogy nagyot álmodtunk, vagy nagy álom lett belőle, mert itt az adventi időszakban azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit érzékenyebb, és jött az ötlet, hogy, hogy viszont az otthonokban ott vannak a gyerekek, és rengeteg támogatást kapnak, de soha nem kaphatják azt, amit minden más gyerek, hogy amire vágyik és idén angyali segítőket kerestünk, akik valóra váltják ezeket a kívánságokat. És a kezdeti 40-hez képest most 180 ajándéknál és 180 angyalnál, vagy van, ahol többet vállaltak, tartunk, és, és most idén úgy fogják kibontani szenteste, vagy amikor együtt fogunk ünnepelni az ajándékokat, hogy az az ajándék lesz benne, amire ők igazán vágynak. Nem, amit elsősorban a nevelő szülő, vagy a nevelő tanár megálmodott vagy, amire a pénze van. Igen. Olvastam a Facebook bejegyzéseket, ez csodálatos, és megható meg kell, hogy mondjam, hogy mennyire tudnak örülni az ajándékozók is, és ez nagyon fontos, és ez elsősorban nektek köszönhető. Tehát íve van a történetnek. Esztendőről esztendőre kell valamit kitalálni, kitalálni vagy sajnos mondom én, egyre több az olyan rászoruló, akit segíteni kell. Én azt gondolom, hogy a gyermek otthon látva a működésüket, az tökéletesen jól működik. Viszont mi mindig szeretnénk valami újat. Évekig gyűjtöttünk, tehát vagy volt olyan, hogy játékot, könyvet, ruhát, cipőt, tehát hogy próbáljuk egy kicsit segíteni őket, ezzel egy gyümölcs, az, az gyakorlatilag a gyümölcs, édesség, szaloncukor, az minden évben, minden évben volt, de, de idén én úgy gondoltam, hogy valamit kellene újítani, és próbáljunk egyel nagyobbat álmodni, de én sem álmodtam azt, hogy, hogy ez egy ilyen óriási lépés lesz, és tényleg fantasztikusak a jelentkezők. Ez egy misszió. Én azt mondom, egy küldetést úgy is éled meg? A munkatársaiddal? Tényleg, hadd kérdezzem már meg, hogy hogy találsz magad mellé ugyanolyan mosolygós, nyílt és mosolygós szemű embereket, akik tudnak úgy nézni a bajba jutottakra, hogy nem együtt sírnak velük, hanem próbálják mosolyra deríteni őket nehéz, Mert vannak, és van olyan közeli ismerős is, aki azt mondta, hogy, hogy ő, ő segít és, és meg is veszi az ajándékot, de hogy ő, ő nem tudja feldolgozni ezt, hogyha, ha látja a gyermekeket, mert a szíve szakad meg. Tehát van, vannak ilyen ismerősök is. A nagyon szűk család és a nagyon szűk baráti kör, aki ebben dolgozik, tehát itt nem kell ilyen nagyon nagy aparátusra gondolni a, az alapítvány mellett. Illetve van egy-egy olyan közeli barátgából, korábbi legjobb barátja, aki gyakorlatilag folyamatosan támogatja a gyermek otthont gyümölcsel, zöldséggel, és ő teljesen magától ezt, ezt csinálja. Tehát, szerintem kis emberek nagy szívvel csinálják ezt. Tökéletes mondat. Esik még szó arról, hogy ugye nincs gátja annak most, hogy elmondjuk az alapítvány elérhetőségét, igen, azt gondolom, hogy a Facebook oldal, az alapítványnak a Facebook oldala, az, ami naprakész és folyamatosan lehet ott tájékozódni, ott fönn van minden adat, azon keresztül engem bármikor el lehet érni, úgyhogy ez a fő csapás volna. Rendben van, tehát kedves nézőink, ne felejtjék, soha nem késő, a Facebook oldal nyitva azt hiszem, hogy minden tiszta szívű ember számára fontos egy ilyen napon, és nem csak az akciókán mondom ezt, Egyébként pedig akkor most már beszéljünk az akadémiáról, hiszen ugye szó esett arról, hogy a töpörtjük megkapják az elismeréseket. Tegnap volt, úgyhogy a tegnapi napról beszéljünk. Igen, a tegnapi nap egy, egy másik mérföldkő volt, azt gondolom, az akadémia életében, hiszen útjára indítottuk az ösztöndíj programot, amit Fekti István, az akadémia igazgatója álmodott meg mégpedig a cél az, hogy az U16 és U20-as csapatokból kikerülő legjobb játékosokat még jobban megbecsüljék. Tehát ez egyfajta tehetséggondozás, sok... Plusz juttatással, a juttatást itt nem pénzbeli juttatásban kell gondolkodni, hanem a szerelés esetében egy másik polcról tudnak választani a gyerekek, de sokkal profibb körülményeket kapnak, még nagyobb lehetőséget arra, hogy ezt a tehetséget ápolni és gondozni tudják, és ez került tegnap megrendezésre, meg vannak az első díjazottak, és én tegnap is pont azt mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy ebből a generációból ki fog nőni akár egy új Palkovics, egy új Ocskai, egy új Zalavári, akik 17-18 évesen be tudnak robbanni, és ott is tudnak maradni. Tehát egy új első sor. Igen. Egyébként látjuk itt, kedves nézőink, a, az ösztöndi program logóját. már is elmondom, hogy ez a 19-et szimbolizálja, az örök 19-es, a top 19. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ösztöndi program kiegészíti az alapítvány munkáját. Ha belegondolunk egyébként, most néztem meg, hogy az U-18-ban és az 20-as válogatottban mennyi olyan srác nevelkedett itt Fehérváron, akkor ez nagyon fontos. Tehát ez a kettősség azért rendben van, hogy egyik oldalról megtanítja a fegyelemre, a rendre, az alázat tisztelt, kitartás jelszavak mentén a gyerekeket csapat szellemre, és így tovább. A másik oldalon pedig mégiscsak ilyen sportolókat nevel, és ha Székesfehérvár sportvárosnak mondjuk, már pedig, hogy az vagyunk, bajnokok városa, akkor ez egy nagyszerű. Tehát ez is benne van, gondolom, a gondolatsorban. Igen, abszolút benne van, és ami másik nagyon fontos, és ugye én test közelből átérhettem, és ebben nőhettem fel, ahogy a, a Gábor élvezte és persze sokszor fáradtan jön ki az öltözőből vesztes meccs után a játékos, de akkor is volt mindig egy-egy jó mondata, ezt a szurkolók szerintem meg tudják erősíteni, a szurkolókhoz, akik ott megvárták, és én kívánom, hogy ezek a mai fiatalok egyszer tényleg olyan ikonokká válhassanak, mint ők is, és, és tudjanak igazi fehérváriként itt Fehérváron az evel csapatban játszani. Mert ez a, én, én, tényleg úgy gondolom, hogy ez óriási lehetőség, és, és ezt meg kell becsülniük. Tehát, hogy ezt tudniuk kell, hogy ez mivel jár. Gondoltál erre, amikor a Holofén beiktatásnál elmondtad a beszédedet? Hát azért ott, ott nehéz volt bármire gondolni, megmondom őszintén, mert, mert ott abban a közegben olyan emberek mellett megnézni a Gáborról szóló filmet, kicsit azt éreztem, hogy legyünk túl rajta, és amikor túl voltunk rajta, akkor, akkor tudatosult, hogy, hogy, hiszen ezt ő és az egész magyar égkorong érte el, és akkor ezeket végig gondolva azért az, akkor, akkor azt mondtam, hogy ez óriási büszkeséggel tölt el. Tehát, hogy most én, én ennek tükrében kívánok, azt hiszem, hogy csoda szép napokat, majd most Advent idején a gyermekotthonosoknak lesz ezek szerint. És ezt köszönjük nektek és minden jó szándékú embernek, aki vele tart. Most azonban beszéljünk Adventről kicsit másként. A, én meglepődtem két esztendővel ezelőtt, két éve volt először ugye, 2014-ben, hogy átunk ott a, a nagy színpad előtt, és megjelent Ocska és Zsuzsa egy fantasztikus könyvvel, ez volt a Bécike és a csapatjáték, és aztán kiderült, hiszen utána jártunk, hogy ezt a könyvet fiad Fiadban közösen készült, ez egy nagyszerű könyv utána jött a Luizika és, és a Fogtündér, a illetve a karácsonya, és akkor gondoltunk mi rá, hogy az alkotás gyönyörűsége lámlám, -lám, hogy mi mindent hoz még teljesen ismeretlenül berobbantál a mesekönyv piacra. Bár nem ez volt a cél, ugye? Beszéljünk ezekről a könyvekről. Béciről és Luizáról, Bendegúzról, Antal és Ocskai Zsuzsáról. Bendegúzzal, amikor kicsi volt, a bencémhez képest sokkal nagyobb igényt mutatott a mesék iránt. Bencével inkább az énekeszenés dolgok, a a beszélgetős mesélős dolgok viszont, hát ahogy szerintem minden anyuka ismeri, a piacon leginkább a bogyó babocsa, peti gergő könyvek vannak forgalomban. Természetesen nálunk is forogtak ezek a könyvek, de mindketten egy kicsit ráuntunk, viszont minden nap történt valami az óvodában, esetleg sérelem, vagy öröm, tehát bánat, amit meg ő szeretett volna, vagy feldolgozni, vagy az örömet újra átélni, és azt mondta, hogy, hogy akkor meséljek, és találjunk ki együtt történeteket, hogy úgy zajlottak a, az óvodai utak, hogy jöttünk, mentünk, vagy ha családilag közlekedtünk, akkor nekem ki kellett találnom történeteket, vagy hogyha sokszor voltunk orvosi várokban, akkor ott is ezzel ütöttük el az időt, hogy akkor én Béciről vagy Luiziról kitaláltam történeteket, többnyire tanulságos történeteket, hogy ő is tanuljon a dolgokból, és egy nap azt mondta a férjem, amikor este éppen egy kitalált történetet meséltem, és észrevettem, hogy ő ezt rögzíti, hogy de hogy ezt miért nem adott ki? És valahogy jött a lehetőség, hogy, hogy megtehettük ezt, és ezért én nagyon hálás vagyok a polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hiszen vevők voltak ezekre a történetekre, és akkor így most már évről évre a gyerekekhez is el tud jutni Fehérváron. Ez azért fontos, mert ezek hétköznapi élmények, és azért benne van mindenkinek az a gondolatsor, amit egy gyermektől hallhat napról napra. Legyen édesanyja, édesapa vagy nagyszülő. Igen, én is az, azt gondolom, hogy ezek tényleg hétköznapi dolgok voltak. Persze az első történetnek mindenkinek maga felé hajlik, ugye? Minden szentnek a keze, természetesen jégkorongról szóló, de ugyanúgy látom, ráadásul Fehérváron rengeteg, rengeteg sportoló gyerek van, rengeteg csapatsport. Hogy miről szól a csapatsport, az is kicsit benne van. És a, a bendegúz is átélte ezeket a dolgokat gyermekként megélni, hogy valaki nem passzol, vagy másként játszik, és ezeket is fel kellett dolgozni. Aztán ugyanúgy az is egy hétköznapi történet, mikor a gyermeknek nincs kedve fogatmosni. És, és ezek a történetek. Erre való a fogtündér. Így van. No, közeledik az advent. Én áldott békés boldog karácsonyt kívánok minden munkatársadnak, a, az ifjabbocskai Gábor Alapítvány dolgozóinak, munkatársainak, munkatársaidnak, barátaidnak, természetesen azoknak a töpörtjüknek, akik tegnap vehették át, vagy nagyocskáknak a díjat, akik megérdemlik, a gyermekotthonosoknak is. Én azt gondolom, hogy jó úton jártok, és ezt szeretném megköszönni minden jó szándékos Székes-Férvári nevében. És köszönöm, hogy itt voltál. Mi köszönjük nagyon, és bízom benne, hogy nagyon sokáig tudjuk ezt ugyanígy tovább folytatni. Köszönöm, lesz dolgotok sajnos bőven. Köszönjük Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Ocskai Zsuzsa volt. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok viszontlátásra.